Szebbnél szebb sütemények és torták sorakoznak a pultban, de a cukrászda egyébként üres. A kormány döntése alapján szombattól itt a zöldházak cukrászdában sem tartózkodhatnak vendégek. Az értékesítés most nehézkesebb, de vannak alternatívák, mondta a tulajdonos. Kiszállítás lehetséges, és a megrendelt terméket át tudjuk adni. Próbáljuk ilyen módon átvészelni ezt a helyzetet. Mindenkinek próbálunk abban segíteni, hogyha nem tud esetleg eljönni érte a termékért, akkor természetesen Cegléden és akár 20 km-es körzetben ingyenesen kiszállítjuk. A cukrászda szerencsés helyzetben van, hiszen van hűtőautója, amivel ki tudja szállítani a megrendelt süteményt vagy tortát, de vannak, akik eljönnek érte, és a cukrászda ajtajában veszik át. Nem emeltek árakat, és a vásárlókkal a közösségi oldalakon és telefonon tartják a kapcsolatot. Bár a forgalom a járvány miatt visszaesett, az a tapasztalat, hogy születésnapokra és családi ünnepekre meglepik egymást az emberek, például cukrász által készített tortával. Nagyon hálásak a visszajelzések, hiszen ugye valóban ebben a nehéz helyzetben is szűk családi körben megtartják a rendezvényeket. Ehhez tudunk biztosítani akár naponta azonnal elvihető tortákat is, amelyeket ugye a közösségi oldalunkra teszünk, illetőlegesen az előre megrendelt termékeket házhoz is szállítjuk. A járvány miatt minden cukrászda és vendéglátóhely nehéz helyzetbe került. Nem csak önmagukért, a dolgozóikért is felelősek. Kis Gyula azt mondta, mindent megtesznek, hogy megőrizzék a munkahelyeket, hogy tudják fizetni a dolgozókat. Arra nagyon kell figyelnünk, hogy a munkavállalók a legkevesebb szenvedjék el ebből a történetből. Ehhez nagyon nagy segítség az állam, illetve a kormány részéről az a támogatás, amikor a járulékot ebben a szektorban jelenleg nem kell megfizetni. Én azt gondolom, hogy ez már egy önmagában egy nagyon nagy segítség, viszont meg kell oldanunk a napi feladatokat. A cukrászdában egyébként is nagyon jó a kollektíva, de most még inkább egyként fognak össze, hogy átvészeljék ezt a nehéz helyzetet, tette hozzá Kis Gyula.